Újabb generációváltást él meg a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Az októberben rajtoló bajnokságra Dragan Aleksics vezetőedzővel, segítőjével Andrea Csiriccsel és egy fiatalított kerettel vág neki a csapat. A nyári szünet előtt június 15-e és 30-a között kéthetes edzésprogramot vezényelt a csapatnak a szakmai stáb, majd a júliusi pihenő után augusztus elején kezdik meg az alapozást a fiúk. Augusztusban érkezik két hét próbajátékra a 22 éves Mike Lewis, aki első alkalommal fog Európában szerepelni. A héten érkezett még egy új játékosunk, egy 2-1-es posztos amerikai, 22 éves, teljesen rookie, az első szezonját fogja Európában játszani, és Mike Lewis néven, és reményeink szerint ő lesz az, aki segíteni fog itt. Igaz, hogy ő is fiatal, de hogy a fiatalok mellett még a csapatot. Az már biztos, hogy egy híres bajai kosaras család két fiatalja a PVSK Veoliánál folytatja pályafutását. Igen, ők egy nagyon-nagyon régi családi kosárlabda familia bajáról. Az édesapja testvér, az Anita is válogatott, többszörös válogatott játékosuk, de az Oliba, az édes, a nagypapa is kosárlabdázó volt, ők is, a Balázs 20, a Tamás pedig 24 éves, tehát ők is abszolút fiatal játékosoknak mondhatók, és velük is reményeink szerint tovább fog fejlődni a csapatunk. A július hónap még azzal telik a szakvezetésnek, hogy megtalálják a hiányposztokra a megfelelő játékosokat. Most szerintem ebben a július hónapban még keresünk mindenféleképpen egy 5-ös-4-es, tehát egy center posztú játékost, és egy ilyen 2-es-3-as bedobót velük képzeljük el még, és akkor ezzel a 4 légióssal is a fiatal magyar tehetségekkel vágunk neki a következő szezonnak. Ugye itt azért az a vírus helyzet minket is igencsak érintett, és hogy biztos, hogy a következő évi csapat ebből is látszik, hogy kisebb költségvetésből fog megvalósulni, és az új fiatal szabály miatt is mindenféleképpen szükség van fiatal tehetséges játékosokra. A stratégiánk az a fiatalokkal mindig az, hogy nem csak a kötelezően az első 20 percben, hanem akár a mérkőzés bármely szakában 40 percben bevethetők legyenek. A vírus helyzettől függően két kezdési dátummal, október 3-ával és október 31-ével kalkulál a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Ha elkezdhető a bajnokság október 3-án, akkor a férfiaknál rövidített középszakaszt terveznek kevesebb mérkőzéssel. Ha csak a későbbi időpontban indulhat a szezon, akkor nem rendeznek a következő idényben középszakaszt.